Tűszúrás, majd a kisárkent vércsepp már mehet is a tesztcsíkra. Pár másodperc és mutatja is az eszköz az értéket. Ilyen gyorsan és egyszerűen tudjuk ellenőrizni a vércukor szintünket. A cukorbetegek számára különösen fontos ennek rendszeres mérése, ha ugyanis nem teszik, könnyebben elkaphatják a különféle fertőzéseket, így az új típusú koronavírust is. Súlyosabbak lehetnek a tüneteik, emellett szövődmények is kialakulhatnak náluk. Ezek a betegségek ugyanakkor tovább ronthatják az anyagcseréjüket, ami miatt a gyógyulásuk is elhúzódhat, hangzott el a 35 percben. Hát ez egy ördögi körbe keveredik a beteg, és ezért mindenképpen minél előbb szaksegítséget kell igénybe vennie, akár a házi orvos, akár a diabetológia szakrendelés, vagy megfelelő időben kell kórházba mennie. Nem szabad elbagatelizálni a tüneteket. A figyelemfelkeltő tünetekre a láz, ízérzés, zavar, enyhe fulladás, amely akár terhelésre vagy nyugalomba jelentkezik, vagy vannak, akinél hasi tünetekkel jelentkezik a koronavírus betegség. Tudjuk jól, hogy szerteágazó tünetekkel is találkozunk koronavírus betegekkel, és ugyanakkor a cukorbetegség esetén ezek a tünetek súlyosbakká válhatnak. A szakember azt mondta, a cukorbetegek fogékonyabbak a COVID-fertőzésre, a szövődmények ugyanakkor elterhetnek, attól függően, hogy egyes vagy kettes típusú diabéteszben szenved a páciens. Ez utóbbi azt is befolyásolhatja, hogy fertőzés esetén van-e szüksége inzulin kezelésre. A főorvos hasznos tanácsokkal is szolgált az érintetteknek hirtelen rosszul létek esetére. Tartsanak maguknál vagy a korábbi dokumentumokat, vagy van ilyen kártya, ami rá van írva, hogy ő cukorbeteg, vagy vannak karkötők, amik szintén felhívják a figyelmet arra, hogy valaki cukorbetegségben szenved. Tehát mindenképpen hasznos, hogyha pláne akár utcán történik a rosszulét, vagy olyan környezetben, körülmények között, amikor nincs hozzátartozó, vagy nincs olyan személy a környezetben, aki tájékoztatni tudná akár a helyszínre érkező mentősöket, hogy az illető cukorbetegségben szenved, akkor valamilyen dokumentum, ambulánslap, ezek a kártyák legyenek nála a személyigazolvány mellett célszerű tartani. A jól megválasztott életmóddal és étrenddel, valamint a gyógyszerek megfelelő alkalmazásával sokat tehetnek a cukorbetegek a fertőzéses megbetegedések elkerüléséért.